A KSH adatai szerint megközelítőleg 355 ezer magyar állampolgár dolgozik külföldön gazdasági okokból. A felmérés szerint az Egyesült Királyságban munkát vállaló magyarok körében a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, ezért indította el a Nemzetgazdasági Minisztérium a Gyere Haza Fiatal programot, amelynek segítségével megpróbálják visszahívni az ott élő magyarokat. A programnak nincs életkori határa, nem feltétel a felsőfokú végzettség, de szakképesítés rendelkeznie kell minden jelentkezőnek. Elsősorban azokat szeretnénk hazahozni, akiknek az itthoni egzisztenciát is könnyen meg tudjuk teremteni, tehát azok, akik hiány szakmában szereztek valamikor ugye diplomát, vagy adott esetben szakmát idehaza vagy külföldön, és szeretnék azt idehaza kamatoztatni, és hát nyilván azok, akik elsősorban potenciálisan megszólíthatók, azok általában azok a fiatalok, 35 év alatti fiatalok, akik még nem alapítottak családot kint, persze ugye nem jelenti az, hogy csak ők, tehát nem zártuk le a programot senki előtt. A tervek szerint a későbbiekben több országra is kiterjesztik a programot, ilyen például Németország és Ausztria is, ahol ugyancsak sok magyar állampolgár él. Első körben 100 millió forintból 50 fiatal hazatérését támogatja a szaktárca. 30-an már dolgoznak Magyarországon a program keretében, több mint 2000 olyan érdeklődő van, aki regisztrált az OFA felületén, tehát ők már nagyon komolyan gondolják, és több mint 1000 munkahely áll rendelkezésre. Tehát azt gondolom, hogy a következő időszakban naponta fog nőni a ténylegesen hazakerültek száma, de hát ugye úgy, ahogy nehéz külföldön egzisztenciát teremteni, azt felszámolni sem egyszerű, tehát itt több hónapról van szó akkor, amikor valaki ugye véglegesen, vagy például ilyen problémák jöttek elő, hogy a pici gyerek van, akkor most idehaza be lehet-e, hogy lehet beíratni iskolába, nem ragozom. Tehát a célunk az, hogy a program úgy tűnik, hogy sikeres lesz, ezért bővíteni szeretnénk a forrás oldalról. Augusztus elejétől már vállalkozás indítását tervező, a program célcsoportjába tartozó fiatalok hazatérését is támogatja a minisztérium.